2012-től kötelező befizetni az úgynevezett éves kamarai hozzájárulást a gazdálkodó szervezeteknek. Sokan összekeverik ezt a tagdíjjal, ez az összeg azonban még nem eredményez kamarai tagságot is. A vállalkozások méretétől függetlenül a hozzájárulás mértéke egységes, mindenkinek 5000 forint. A befizetésért cserébe egyebek mellett gazdasági, pénzügyi és jogi tanácsadást is kérhetnek térítésmentesen a vállalkozók. Ezért a kamarai hozzájárulásért számtalan szolgáltatással áll rendelkezésre a kamara. Mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, hogy vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat, hiszen mi igyekszünk minél több olyan rendezvényt, eseményt, tájékoztatást szervezni, ami a gazdálkodó szervezeteknek az üzleti életét segíti elő. Nyilván itt vannak szankciói a kamarának, tehát hogyha valaki nem fizeti meg a kamarai hozzájárulást, akkor több felszólítás után ez köztartozásnak minősül, tehát a NAV által behajtásra kerül. Az érintettek március végéig személyesen a kamarai pénztárban Nyíregyházán vagy átutalással fizethetnek. Fontos tudni, hogy azok a szervezetek, akik tavaly elmaradtak a befizetéssel és most teljesítik, nem a 2017-es, hanem a korábbi lemaradásukat egyenlítik ki. A NAV-hoz került vállalkozók végül a hozzájárulás dupláját, 10 000 forintot fizetnek majd.